Legalább három ember veszítette életét a Novakahovkai gát átszakadása következtében, de Ukrajna vezetője szerint megjósolhatatlan, mennyi áldozattal járhat végül a tragédia. Az ukrán mentőegységek gumicsónakokkal kutatnak Herszon városának utcáin az árvíz miatt otthonaikban rekedt túlélők után. Volodymyr Zelenszkij elnök felszólította a nemzetközi segélyszervezeteket, hogy tegyenek azonnali lépéseket a túlélésükért küzdő emberek megsegítésére. Most világos és gyors reakcióra van szükségünk a világtól arra, ami történik. Még azt sem lehet biztosan megállapítani, hogy Herszon régió ideiglenesen megszállt területén hány ember halhat meg mentés, ivóvíz, élelem, orvosi ellátás nélkül. Katonai és speciális szolgálataink mindent megtesznek az emberek megmentéséért a harcok ellenére is. Az Európai Unió gyors választ ígér. A folyamatot a polgári védelmi mechanizmuson keresztül irányítja. Az első felajánlások Németországból, Ausztriából és Litvániából érkeztek. A csomagok vízszűrőket, generátorokat és vízszivattyúkat, ezen kívül sátrakat, ágyakat és takarókat tartalmaznak. Oroszország is mentőket és segélyfelszerelést telepít a régió általa ellenőrzött területeire. Moszkva és Kijev is egymást hibáztatja a gát elpusztításáért, a nemzetközi közösség pedig további bizonyítékokra vár, mielőtt állást foglal. Vladimir Putyin elnök első nyilvános reakciójában barbár tettnek nevezte a pusztítást.